Töretlen lendülettel 2021-ben is folytatódnak a digitális fejlesztések, nem csak az Országos Széchenyi Könyvtárban, de országszerte számos intézményben. A Petőfi Irodalmi Múzeum digitális bölcsészeti központjában az integráció és a koordináció, a támogatás és a dinamizálás, illetve az informatikai alapokra támaszkodó korszerű bölcsészet és a múzeológia találkozik. A hatályos kormányrendelet értelmében a pandémia helyzet miatt a múzeumok és a könyvtárak zárva tartanak, és egyelőre nem lehet tudni, mikor nyitnak ki újra. A kultúra az online térbe költözött, és az intézmények számtalan digitális tartalmat kínálnak a látogatóknak. A személyes találkozások hiánya miatt soha korábban nem látott újításokkal rukkoltak elő az intézmények. A debreceni Mélius Juhász Péter könyvtár a világon is egyedülálló könyvtárkölcsönző automatát állított forgalomba, így valósítva meg az érintésmentes találkozások lehetőségét. Az olvasótermek átmenetileg nem látogathatók, de a beiratkozott olvasók számára az előfizetett adatbázisok egy része továbbra is elérhető otthonról. Az Országos Széchenyi Könyvtár egyedülálló digitalizált plakátgyűjteménye a Század elő Budapestjének életét eleveníti fel a Várkert bazár teraszán, egy páratlan panorámát nyújtó szabadtéri kiállításon. Hogyan lehet a digitális tartalmakat közkincsé tenni? Hogyan állíthatjuk a 21. századi tartalomszolgáltatást a magyar kultúra szolgálatába? Ahogy az iménti összeállításban is láthatták, korábban nem látott újításokkal rukkoltak elő a kulturális intézmények, múzeumok és könyvtárak. A megújulás és innováció idén is töretlen lendülettel folytatódik pandémiás üzemmódban és az utána várható nyitásra készülve. Hogy milyen felbecsülhetetlen mennyiségű munkát végeztek és végeznek jelen pillanatban is a könyvtárak munkatársai, és milyen digitális élményeket kínálnak az olvasóknak, erről is beszélgetünk ma esti vendégeimmel. Rózsa Dáviddal, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójával, Bánki Zsolt Istvánnal, a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális bölcsészeti központjának igazgatójával, és Debrecenből kapcsoljuk Kovács Béla Lórántot, a Mélius Juhász Péter könyvtár igazgatóját. Önök az Ez itt a kérdés péntek esti adását látják, március 19-én. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. És hát ugye van két igazi könyvtárigazgató, és van köztünk Zsolt, aki pedig gyakorlatilag egy digitális struktúra felépítésén dolgozik. Úgyhogy hozzá kevésbé szól talán ez a kérdés, de mindenképpen kíváncsi vagyok a véleményére, hogy hogyan élik meg önök, könyvtárosok, akik egyrészt a könyvekhez, másrészt az olvasókhoz kötődnek elsősorban, hogy csak a könyvekkel lehetnek együtt? Azt szoktam erre mondani, hogy a könyvtár az egy élő tudásközösség, az egy eleven kulturális közösség, tehát mindenképpen ahhoz, hogy élő könyvtárról beszéljünk, ahhoz a könyvtár mellett és a könyvtárosok mellett elengedhetetlenül szükség van az olvasókra is. Tehát ebben az értelemben a tényleges, az élő könyvtári élet ezekben a hónapokban nem tud működni. Ugye a veszélyhelyzet kihirdetése óta 3 hónapig tudtak nyitva lenni a könyvtárak júniustól novemberig, tehát ez mindannyiunknak egy új helyzet. Könyvtárosnak és olvasónak egyaránt új helyzet, viszont a könyvtárosok nagyon erős szolgáltató attitűddel rendelkező hivatást űznek. Tehát mindannyiunknak az a küldetésünk, az a feladatunk, és azon dolgozunk, hogy az olvasókat akármilyen körülmények között elérjük. Ezért aztán tavaly tavasz óta folyamatosan azon dolgozunk, hogy a hagyományos szolgáltatásoknak a megújításával, illetve a digitális szolgáltatásainknak az erősítésével azért ott legyünk az olvasók mindennapjaiban, és a visszajelzések szerint és az adataink szerint ez azért nagyjából sikerül is, még hogyha nyilván a könyvtáraknak a látogatottsági adatai azok értelemszerűen vissza is estek. Kovács igazgató úr, önök? Rosszul éljük meg, természetesen, de az emberi kreativitás az sok mindenre képes. Elhivatottak vagyunk, éppen ezért törekszünk arra, hogy bármilyen nehéz helyzet alakul is ki az országba, eljussunk valahogy az olvasókhoz.
Az elmúlt időszakban azért törekedtünk arra, hogy ha csak lehet, legyenek szolgáltatásaink, amiket igénybe tudnak venni az olvasók. A háttérmunkák során folyamatosan az újranyitásra készültünk, és azért különböző módokon képesek voltunk szolgáltatásokat nyújtani az olvasóknak, például úgy, hogy a könyvtárak ablakain keresztül ki tudtuk adni a dokumentumokat, amelyeket előre összekészítettek, amelyeket interneten vagy telefonon keresztül rendeltek meg, illetve úgy alakítottuk át a rendszereinket, hogy online módon be lehessen iratkozni, hogy ne kelljen aggódniuk az olvasóknak amiatt, hogyha nem hozzák vissza a könyveket az alatt az időszak alatt, amíg a pandémia tart, nyugodtan kölcsönözzenek lehetőség szerint minél többen. Tehát mindent megtettünk, amit csak megtettünk azért, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot az olvasókkal, és természetesen az online térben, a digitális térben is megpróbáltunk velük kapcsolatokat építeni. Bánki úr, önök viszont kifejezetten arra szerveződtek, hogy egy olyan struktúrát hozzanak létre, amely a létező közgyűjtemények teljes adatbázisát gyakorlatilag lehetővé teszi az olvasó, az érdeklődő számára, hogy hozzáférjen. Igen, ez valóban így van, és nyilván a mi feladatunk, amit a tavalyi év közepén kezdtünk el intenzíven végezni, ez nincsen előzmény nélkül. Tehát amit mi most megpróbálunk megvalósítani, az ráépül azokra a közgyűjteményi törekvésekre, amik arra hivatottak, hogy a kulturális örökséget, az analóg kulturális örökséget digitális módon reprodukáljuk, és ezekre szolgáltatásokat építsünk. Az a szerencsétlen élethelyzet, amiben most vagyunk a pandémia miatt, ez valamilyen katalizátorként működött ebben a tekintetben, tehát egy olyan kihívás elé állított bennünket, közgyűjteményi dolgozókat, archívumi dolgozókat, amelyek a helyzet szerencsétlensége ellenére nagyon jótékony hatást gyakoroltak ezeknek a törekvéseknek a felgyorsulására. Rengeteg olyan szolgáltatás indult el, amelyek hatványozottabban mutatja meg, hogy a közgyűjteményeinkben, könyvtárainkban, múzeumainkban, levéltárainkban mennyi kincs van. Talán két olyan preferált terület van, ami most egyre nagyobb hangsúlyt kap, az egyik az oktatás. Ugye az oktatás azzal, hogy néha digitális tanrendre kell átállni időnként, hogy úgy folyik a képzés, hogy a diákok számítógépek monitorjai előtt ültek, rendkívül érzékenyen felvevő közeget képeznek azokra a kulturális örökségi tartalmakra, amelyeken keresztül a diákoknak plusz tudás, plusz információ adható át. Ebben a tekintetben nagyon intenzívek voltunk. Az előző pandémiás hullám legelején sikerült egy olyan projektet, egy kis mintaprojektet megvalósítani, amiben együtt dolgozott könyvtár, levéltár, múzeum, 10 intézmény egyébként, és egy közös oktatási célú alkalmazást tudtunk létrehozni tematikus elemek mentén, amelyek közvetlenül hasznosultak az oktatásba. Ez most egy olyan fő feladat. A másik ilyen terület egyébként a turisztika, a turizmus. Ott is nagyon jelentős az, hogy el tudjunk kulturális örökségi tartalmakat juttatni ennek a most megint erősen szenvedő félbe lévő ágazatnak a céljaira, hogy az újraindításnál, a nyitásnál, amikor újra beindul az idegenforgalom, akkor robbanásszerűen tudják ezeket használni. Hol tartunk most? Az elsősorban önökhöz szól ez a kérdés. A fizikai anyagoknak a digitalizálásában. Tehát mi az, amit eddig elvégeztek, részben a közgyűjtemények, részben a könyvtárak, és mi az, ami még elvégzendő? Ami az OSZK... Önök rendelkeznek a legnagyobb adag könyvvel. Igen. Meg dokumentum. Az ország legnagyobb könyvgyűjteménye az valóban az Országos Széchenyi Könyvtárban található. Ennek az állománynak egy töredéke érhető el egyenlőre digitálisan, és azt azért... Ez mennyire töredék, hadd kérdezzem meg. Meglehetősen, ugye az állományunk az több milliós, az elérhető, a szabadon hozzáférhető
könyvjellegű műveknek a száma az pedig 10 000-es nagyságrendű jelen pillanatban, de egyébként rengeteg folyóiratot is digitalizálunk, ezeket a Magyar Elektronikus Könyvtárban, illetve az Elektronikus Periódika Archívumban tesszük közzé, és érdemes elmondani, hogy az OSK, mint nemzeti könyvtár, ugye nem csak könyveket és folyóiratokat gyűjt, hanem nagyon sokféle egyéb dokumentumtípus is, a kéziratoktól a kódexeken át egészen a gramofon lemezekig és a történeti életút interjúkig gyakorlatilag nem csak a teljes magyar írásbeliséget fogjuk át, hanem a 20. századi magyar történelemnek is egyfajta memória intézménye vagyunk. Ezeknek az anyagoknak folyamatos a digitalizálása, de ami az ipari mennyiségű digitális tartalom termelést illeti, ennek az útnak még csak az elején járunk. Tehát rengeteg mindent digitalizáltunk már, de még nagyon hosszú az út addig, hogy azt tudjuk mondani, hogy most már a vége felé járunk. És ami pedig a szolgáltatásokat illeti, tehát ezeknek a tartalmaknak az interneten történő közzétételét, ott pedig még inkább gyerekcipőben járunk. Tavaly június óta indítottunk 5 új tartalomszolgáltatást, amelyben igyekszünk a gyűjteményünknek a sokszínűségét bemutatni. Ebben fotók, régi térképek, 56-os plakátok, szöveges plakátok és röpiratok, és régi metszetek, valamint gramofonlemezek. Hát végül is ezek a legkönnyebben archiválhatók, vagy digitalizálhatók, gyakorlatilag visszafotózva bekerülhetnek, illetve hanganyagként bekerülhetnek. Hát mondjuk azért az audiovizuális tartalmakat, vagy a gramofon lemezeket digitalizálni, az egy műfaj. Nagy szakma, ez így van. Tehát itt a kollégáinkon látjuk, akik az archiválást folytatják, illetve a felújításokat, meg a digitalizálást, az van egy döbbenetesen óriási munka. És ugye azt nem szabad még elfelejteni, amikor digitalizálásról beszélünk, hogy a digitalizálás az egy elég összetett folyamat, és az, hogy dokumentumokat beszkennelünk, az nem egyenlő a digitalizálással. Tehát ott még a létrejövő digitális tartalmakat adjusztálgatni kell, ott még szakértő könyvtárosok, vagy az adott területtel foglalkozó művelődés történészek, az különböző adatokkal, ezt a könyvtárosok metaadatoknak hívják. Ezt akartam kérdezni. Milyen metaadatokkal látják el? Rengetegféle metaadattal, ugye a könyvtári munka az szabványokon alapul, illetve ezeknek a dokumentumoknak a leírása az szabványon alapul, tehát megvannak azok a kötelező elemek, amelyeket szinte minden dokumentum típusnál föl kell tüntetni. Ugyanakkor viszont a különlegesebb vagy külön gyűjteményi tartalmak esetében előfordulhat, hogy olyan adatokat is meg kell adni, mondjuk egy térképhez, vagy pláne egy gramofonlemezhez, amit értelemszerűen egy könyvhez nem. És ezeknek a kibogarászása az esetenként kifejezetten kutató munkát igényel. Akár például annak a megállapítása, hogy egy gramofonlemezt mikor adtak ki. Önök? Én azt remélem, és azt hiszem, hogy ez a remény nem egészen alaptalan, hogy valamiképpen egy minőségi és mennyiségi boom előtt is áll a közgyűjteményi szakma. Eddig is futott 2018 óta egy kormánystratégia, közgyűjteményi digitalizálási stratégia, amelynek már mostanra is szép eredményei vannak. Úgy érzékeltük a szakmán belül, hogy ezek az eredmények még nem eléggé láthatóak a felhasználók számára. Most elkészítettük a tavalyi év végén ennek a közgyűjteményi digitalizálási stratégiának egy 2.0-ás fázisát. Per pillanat kormány döntés előtt áll ez az előterjesztés. Hogyha megkapjuk hozzá a megfelelő kormánytámogatást, akkor nem csak egy mennyiségi, rendkívül jelentős előrelépés jöhet létre a digitalizált tartalmak volumenét illetően, hanem amit nagyon-nagyon fontosnak tartunk, egy nagyon dinamikus szolgáltatásfejlesztés.
tehát meg fog jelenni a legkülönbözőbb online felületeken ez a hatalmas tartalommennyiség, különböző célszolgáltatások épülhetnek rá, az emberek számára könnyen fogyaszthatóvá, elérhetővé. Tehát kilépünk egy picit a katalógusoknak a világából. Na, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye vannak szakmai szintű katalogizációk, és vannak szakmai szintű és szakmai rendszer alapján fölépített metaadatbázisok, de önöknek ezen túl kell lépni. Egyfajta marketing és kereskedelmi Abszolút. Tevékenységet is kell folytatni. Abszolút. Tehát a kitűzött céljaink szerint azt szeretnénk, hogy valamiképpen a szolgáltatások összekapcsolódjanak, populárissá váljanak, bekerüljenek abba a térbe, amikor az emberek evidensen tudják azt, hogyha valamilyen kulturális tartalmat el akarnak élni, akkor hova kell nyúlni, milyen szolgáltatást tudjanak elérni. Most abban a technológiai körben, amiben, vagy időszakban, amiben mi élünk, abban azt mondjuk, hogy ez most a szemantikus webnek a világa. Ez egy új fogalom, a szemantikus web az azt jelenti, hogy olyan eszközökkel, olyan jelölőkkel tudjuk ellátni a digitális tartalmainkat, amelyek a tartalmakat értelmes módon kapcsolja össze, és ott aktualizálja, ahol leginkább szükség van rájuk. Ezeken az utakon próbálunk most nagy lépésekkel előre menni, és olyan szolgáltatásokat létrehozni, amiket főigazgató is említett, amiben a sok-sok kis szigetszerűen létező kulturális szolgáltatást össze lehet kötni, egymásra lehet mutatni, és akkor utána világosan, gyorsan, akár mondhatjuk is igazán jó értelembe véve, hogy populárisan tud eljutni a felhasználók közelében. Viszont a Mélius Juhász Péter könyvtárban egészen hétköznapi módon meg kell oldani azt is, hogy hozzájussanak a könyvekhez, nem csupán az ablakon keresztül, hanem egy gyakorlatilag azt hiszem, hogy világi újdonságot, vagy egy egészen sajátos innovációt is létrehoztak, egy könyv kölcsönző és visszavevő automatát. Ez hogyan működik, igazgató úr? Ez úgy működik, hogy online módon be lehet iratkozni ugye nálunk a könyvtárba. Tehát, hogyha valaki új beiratkozó, akkor nem kell szükségszerűen most már a könyvtárba jönnie, és le tudja adni a rendelését telefonon vagy online, összekészítjük neki a könyvcsomagokat, betesszük ezeket az automatába, és kap róla értesítést e-mailben. Utána pedig a kölcsönző jegyével ki tudja venni az automatából, illetve bármikor vissza tudja hozni, ami azt jelenti, hogy van, aki hajnali 6-kor hozza vissza nekünk a könyvet, és van, aki éjfélkor viszi el, tehát tényleg nyitvatartási időtől függetlenül is használják ezt az automatát. Valójában elértük a kapacitásának a legvégső lehetőségeit, tehát újabbakat kell forgalomba állítanunk, olyan sokan használják ebben az időszakban. Eredetileg attól féltünk, hogy nem lesz, aki használja, nem lesznek korai felhasználók, hiszen egy új szolgáltatás bevezetésénél mindig nagyon fontos, hogy találjunk olyan embereket, akik kíváncsiak rá, és akik majd a többieket fogják magukkal vinni. Ehhez képest oda jutottunk, hogy egy hét alatt sokkal több ember használja, mint amennyire kapacitásunk van szerencsére. És az volt a célunk, hogy amikor ilyen szolgáltatásokat hozunk létre, vezetünk be, akár van nemzetközi minta, akár nincs, fenntartható szolgáltatásokat hozunk létre, tehát ami nem csak a pandémia idején fog működni. Ugye azt látjuk, hogy egyre többen, egyre inkább olyan kereskedelmi szolgáltatásokat is vesznek igénybe, amelyek az online megrendeléseken alapulnak, és miután véget ért, vagy enyhült a szorítása a vírusnak, utána az emberek azért használták a továbbiakban is ezeket a dolgokat. És amikor mi digitalizálunk, vagy mi felhasználunk bizonyos típusú adatokat, akkor azt azért tesszük, hogy fenntartható szolgáltatásokat hozzunk létre, ami remélhetőleg a jövőben is megmarad. Tehát ez az újdonság, ez ugyan nem előzmények nélküli, hiszen a mögötte lévő technológia a könyvtárszakmában már évtizedek óta használt. Vannak is ehhez hasonló dolgok egyetemi könyvtárakban, és Kínában, meg néhány európai országban hasonló megoldások, de ez valóban egy prototípus, amit létrehoztunk, és reményeink szerint egy hosszan fenntartható, az online világhoz kapcsolódó szolgáltatás lesz, ami már most működik, de reményeink szerint ez nem fog a vírussal véget érni, csak felgyorsította a folyamatokat a pandémia, és hosszú távon fogják ezt használni az olvasóink.
Hát nagyon remélem, hogy ezt fogják is használni. Egyébként mennyire csökkent a kölcsönzések, vagy esetleg növekedett a kölcsönzések száma a pandémia idején? Ugye mi szolgáltató könyvtár vagyunk, mi nyilvános közkönyvtár vagyunk, tehát mi napi szinten érzékeljük azt, hogyha változás van az emberek bizalmában. Hogyha bezárunk, akkor látjuk, hogy hány dokumentum maradt kint az olvasóinknál, tehát mindig kapunk egy pillanat felvételt a munkánkról. Amikor elkezdődött, amikor bezártuk először a könyvtárakat, akkor érdekes módon éppen forgalom emelkedés volt a könyvtárainkban. És utána egy ideig nem nagyon tudtuk, hogy hogyan tudunk szolgáltatásokat kialakítani, tehát gondolkodtunk rajta. Nagyon látszott a forgalom visszaesés, tehát egy előző évhez képest egy ilyen 1-2%-os emelkedés után döbbenetes volt látni az üres könyvtárakat és a teljes kölcsönzés hiányát. Utána viszont nagyon gyorsan visszatért a bizalom. Tehát mire másodjára bezártunk nálunk, addigra a forgalmi adatok elérték a bezáráskor tapasztalt adatokat. És a könyvkölcsönző automatának és hasonló megoldásoknak köszönhetően csak mintegy harmadára, negyedére esett vissza a forgalmunk, pedig nagyon nehéz volt eljutni az olvasókhoz, és azért az igazat megvalva az olvasók is bizalmatlanak voltak velünk szembe, féltek a nyilvános terektől, tehát fegyelmezetten viselkedtek, aminek mi bizonyos értelemben a kárát láttuk. Viszont, minthogy mi szolgáltatáscentrikusan működünk, így nekünk nem az a legfontosabb, hogy nagy mennyiségű adatot digitalizáljunk, bár elég komoly műhelyeink vannak, és százezes nagyságrendbe töltöttünk fel éppen az USK adatbázisába is dokumentumokat, tehát fényképeket, helytörténeti dokumentumokat, nyomtatványokat, mi is nagyon nagy számban digitalizáltunk, de minket nem az érdekelt elsősorban, hogy metaadatoljuk és hozzáférhetővé tegyük ezeket a dokumentumokat, hanem az, hogy olyan szolgáltatásokat hozzunk létre, mint amilyen ez az automata is, ahol ezt az emberek már használni tudják, kölcsönözni tudják. És van még egy adattípus, ami a mi szempontunkból rendkívül fontos. Ez pedig a felhasználói adatok. Tehát minket nagyon érdekel az, hogy ki, mit, mikor, miért kölcsönöz, azért, hogy ezekből tanulva egyrészt jobban költsük el az adóforintokat, tehát az állomány gyarapításnál, a dokumentumok beszerzésénél optimalizálni tudjuk a feladatokat, másrészt pedig azért, hogy a felhasználóinknak tudjunk egyre jobb szolgáltatásokat nyújtani, tehát meg tudjuk neki mondani, például ajánlani tudjuk azt, hogy mit olvasson, mert a 21. századi könyvtárban igazándiból a vetétársak most már azok az online platformok, amelyek tartalmakat tudnak ajánlani célzottan a felhasználóik számára. Vagyis újra kell gondolnunk, hogy mi az a könyvtár, és nem csak a tartalmak felől, tehát abból az irányból nézve, hogy miket tudunk digitalizálni, hanem abból a szempontból is, hogy a ránk bízott felhasználói adatokat hogyan tudjuk a felhasználói élmény javítására használni. Hát ez mindenképpen fontos, hogy a fogyasztói szokásokat monitorozzák, én azt gondolom, és pont erről jutott eszembe, hogy nem félnek attól az urak, hogyha itt nagyon komolyan beindul a digitalizáció, könnyen, olcsón hozzáférhető tartalmakat, jól kereshető, kutatható, adott esetben akár meg ki is nyomtatható tartalmakat hoznak létre, akkor ezáltal magát a könyvtárat múzeummá teszik. Kvázi egy ilyen olyan hely, ahová majd néha bemennek az emberek, és megnézik, hogy jé, itt vannak azok a könyvek, amiket én egy tapipadon bármikor meg tudok nézni, és iszonyatos mennyiségű adatot kapok hozzá. Hogy? Kérjek szót most ez ügyben, egyszerűen azért, mert én egy ilyen kétlaki lény vagyok legalábbis, tehát a pályám első felét könyvtárról töltöttem, többek között a Széchenyi könyvtárban is egy több évtizedet dolgoztam, most pedig már másfél évtizede múzeumban dolgozom. Tehát egyrészt azt szeretném mondani, hogy a múzeum is egy élő intézmény. Tehát az, hogy egy könyvtárból múzeum lesz, az még nem azt jelenti, hogy meghal. Igen, csak a múzeumnál azért tegyük hozzá, Zsolt, hogy a múzeumnál egy-két kivételtől eltekintve a kiállítási tárgyak szentek és sérthetetlenek.
A könyvtár az pedig egy olyan intézmény, ahol az ember fölnyúlhat a szabadpolcokra, vagy pedig, hogyha nem szabadpolcos rendszer a könyvtár, kihozzák a könyvet, de kézbe veheti. Bár a megállapítás az helytálló, de azért erről hosszasan lehetne diskurálni, hogy egy múzeum mennyire passzív hely, vagy mennyire van jelen az interakció egy modern kiállítás felfogásban. De a lényeg az, hogy nem gondolom azt, hogy a könyvtárak veszítenének bármit is a lényegükből. Avval, hogyha a felhasználóinknak egy része nem a fizikai térben van jelen, és nem a fizikai objektumokat, tehát magyarul a könyveket olvassák, hanem online olvasnak. Azért nagyon izgalmas ez a kérdés, mert úgy gondolom, hogy egyáltalán a memória intézmények, a kulturális örökséget ápoló intézmények egy nagyon jelentős identitás fejlődésen mennek keresztül. Tehát valamiképpen újra kell értelmezniük önmagukat, a kultúra közvetítésben betöltött szerepüket, és ebben bizony a digitális kommunikáció és a digitális szolgáltatásoknak a megjelenése, ez nagyon erős ösztökélő hatást fejt ki. Tehát én nem érzem veszteségnek, ugyanakkor azt a mondatot is szeretném nagyon hangsúlyosan kimondani, hogy az eredetiségnek van egy olyan varázsa, amit semmiféle digitalizáció nem fog elvenni. Ez kétségtelen. Főigazgató úr? Én sem tartok attól, hogy a könyvtárak a digitalizáció felgyorsulásának a hatására sivatagokká válnának. A könyvtárnak mint szellemi műhelynek azt gondolom, hogy mindig meg lesz a maga helye az emberi művelődésben, teljesen függetlenül attól, hogy a tartalmaknak hány százaléka hozzáférhető digitálisan. Egyszerűen azért, mert ahhoz, hogy a szellemi élet pezsegni tudjon, ahhoz, hogy új alkotások, új gondolatok születhessenek, ahhoz szükség van a személyességre, szükség van a hely szellemére, hogyha szabad ilyet mondani, szükség van az élő diskurzusra, tehát önmagában az, hogy tartalmakat teszünk föl, még oly jól metaadatolva, még oly gazdagon ellátva adatokkal is, az nem fogja helyettesíteni az élő beszélgetéseket. Nem fogja helyettesíteni azt, amikor két hasonló témában kutató, olvasó megosztja egymással a gondolatait egy könyvtárban. Nem fogja tudni helyettesíteni azt, hogy egy évtizedes tapasztalatokkal és olvasottsággal rendelkező szakkönyvtárosnak vagy történésznek a gondolatait hallgassa meg egy olvasó egy adott kérdésről. Zsolt, mekkora tárhely kapacitást igényel az, hogyha a most meglévő és tényleg a nemzeti tudatnak, vagy nemzeti emlékezetnek, a nemzeti kincseknek csak a legeslegfontosabb részét digitalizáljuk, és azt kereshetővé kellően metaadattal elláttattá tegyük. Tehát itt petabajtokról, vagy százezer terabajtokról kell beszélnünk, és ez iszonyatosan drága. Hát nézze, a helyzet az, hogy egyrészt az egyszerű válasz az, hogy igen, ez egy drága dolog, az informatika az nem olcsó, de egyre inkább elválaszthatatlan része lesz az életünknek, hogy egy olyan háttér tároló rendszer vesz bennünket körül, ahol az életünk adatainak a jelentős része valahol tárolva van, mentve van, biztonságban van helyezve. Ahogyan feladata minden országnak a saját kulturális örökségét analóg módon megőrizni, erre nemzeti intézményeket létrehozni, könyvtárakat, múzeumokat, azt gondolom éppen úgy feladata ennek a digitális transformációját őrizni, és azt biztonságba tudni, és hosszú távon őrizni. Tehát valóban itt sok-sok petabájtnyi tároló kapacitás kiépítéséről van szó.
azt tudom mondani, hogy erre megvannak Magyarországon a megfelelő intézmények, megvan a pontos műszaki tudás, hogy hogyan kell ezt megtenni. Most épülnek azok a felhő technológiák, azok a hatalmas tárolóközpontok, elosztott tárolóközpontok természetesen, mert ilyen adatokat nem egy helyen őrzünk. Persze, meg hát tükrözni helyen. Kell többszörösen is adott van. Esetben. Tehát erre vonatkozólag megvannak azok a, hogy is mondjam, állami döntések és intézmények, akik ezt művelik. Megvan hozzá az üzleti modell is? Ez egy nagyon fontos és jó kérdés. Hát azt hiszem, ebben még van mit fejlődnünk, tehát inkább azt gondolom, hogy itt tapossuk ezt az ösvényt. Hogy megfelelő fenntarthatóságú üzleti modelleket tegyünk mögé, ami egyrészt ennek a technológiának a fenntarthatóságát biztosítja, és itt nyilván nem csak fenntarthatóságról kell beszélnünk, hanem folyamatos fejlesztésről is, ami folyamatos újabb befektetés, új innováció, újra. Amit mi hozzá tudunk tenni közgyűjteményi oldalról, az ennek a tartalomnak az újrahasznosítása. Ami valamiképpen az üzleti modellbe beleszól, erősíti annak innovatív erejét. Legalább két réteget kell ebben a tekintetben elképzelnünk, egy olyan trezort, egy olyan black boxot, amit arra használunk, hogy itt aztán biztos megőröződjenek ezek a tartalmak, soha ne lehessen megsemmisíteni őket, ne sérüljenek, és egy másik szolgáltatási réteget, amit viszont nagyon-nagyon gazdagon mindenféle szolgáltatásba fel kell használni és kiajánlani. Viszont azok a sérülékenyek. Hát azok sérülékenyek, de ez duplikálása ennek a tartalomnak. De, és akkor itt lehet beszélni non-profit felhasználásról, és lehet for-profit felhasználásról is beszélni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős olyan kreatív iparági kör van Magyarországon, ami bizony vevő lenne, akár anyagi értelemben is, de szellemi értelemben mindenképpen vevő lenne ezeknek a tartalmaknak a felhasználására, hogy ezeket fel tudják a saját termékeikbe aztán használni és kiajánlani a felhasználóknak. Igazgató úr, a Mélius Juhász Péter könyvtárnak az üzleti modelljét, azt vajon átalakította valamilyen módon a pandémia, és ez az erőteljesebb online jelenlét? Mert nyilván egy közkönyvtárnál az elsődleges bevétel mindig is az olvasójegyeknek, a könyvtárjegyeknek, az éves tagdíjnak a befizetése, de ezen túl most megjelent valamilyen más bevételi lehetőség is? Azért ne legyünk szégyenlősek, nyilvánvalóan pénzből él a könyvtár, pénzből él mindenki, és az önkormányzati vagy a kormányzati támogatás mellett viszont nagyon jó az, hogyha van egyéb bevétel is. A önkormányzati fenntartású állami feladatokat ellátó intézmény vagyunk. Ez azt jelenti, hogy mind az állam, mind az önkormányzat támogatja a könyvtár működését elég jelentős összegekkel. Tehát Debrecen megyei jugváros önkormányzata is, és a magyar állam is. Ez az adófizetők pénze, ők már egyszer kifizették nekünk azt, hogy szolgáltatásokat kapjanak, és igazándiból túl sok pluszbevételre nem is tartunk igényt az olvasóktól éppen ezért. Tehát nem lenne korrekt velük szembe. Igyekszünk minél olcsóbbá tenni a szolgáltatásainkat. Nem az üzleti modelleinket érinti ez a dolog. Ahogy szenved az állam és az önkormányzatok, nyilván az intézményei is megpróbálnak a lehető leghatékonyabban és legköltséghatékonyabban működni. A mi szempontunkból ez nem jelent változást, más jelent változást. Ugye azt kérdezte, hogy nem félünk-e attól, hogy az olvasók nem fognak bejönni azért, mert hogy digitális tartalmakat kapnak. Nem félünk, mert hogy bejönnek, tehát ezt látjuk. És tudjuk, hogy miért jönnek be. Minden egyes plusz szolgáltatás, ami az irodalmat, ami az olvasás kultúrát érinti, az természetesen megnöveli a népszerűségét a könyvtáraknak. Ne felejtsük el, hogy itt lehet angolórát tartani, meg itt lehet a barátnőkkel tanulni, és fecserészni, és elmenni a büfébe. És azért ez fontos, tehát ez egy közösségi térként is működik, ami egy konkrét célhoz kötődött, az olvasás az embereket összeköti, és közösségi alakítja, és ez a közösségi élmény, ez itt megélhető. Amitől én félek, az, hogy nem magyar szerverekről fogják letölteni ezeket a tartalmakat, hanem külföldi szerverekről. És itt igenis van egy nemzeti feladat. Nevezetesen az, hogy itthon kell tartani a digitálisan is a saját kulturális javainkat, és itthon kell tartani
a saját olvasóinknak az adatait, vagyis az, hogy milyen olvasási szokások, és hogy milyen műveltség van ebben a hazában, az legjobb az lenne mégis, hogyha mi maguk magyar emberek tudnánk, és nem pedig külföldi multinacionális cégek és külföldi szervereken futnának ezek. És itt már nem is annyira az üzleti modell az, ami számít, hanem egy ezen túlmutató feladat van, nevezetesen az információs szabadságjogok gyakorlása hazai környezetben egyrészről, másrészről pedig az információs önrendelkezésnek a megadása hazai környezetben, vagyis az itthon lévő felhasználók hazai környezetben tudjanak saját adataikról rendelkezni, és tudjuk megvédeni azokat, és a nemzet jobbítására kell használni ezeket. Ezek kétségtelenül nagyon fontos dolgok, és az emberi alapjogokat érintik, de mindemellett azért nem engedem el ezt a témát. Az Országos Széchenyi Könyvtár milyen üzleti modellben, mert hiszen az önök által birtokolt vagy gondozott tudásanyag és információs anyag az messze meghaladja azt a tudásanyagot és azt az információ mennyiséget, amelyet csak úgy elengedünk a levegőbe, és aztán mindenki kutatgasson benne, ahogy akar. Az én alapállásom ebben a kérdésben nagyon, nagyon erősen hajaz az igazgató úrnak a szavaira. Én azt gondolom, hogy a nemzeti könyvtárban őrzött kulturális kincsek, azok közjavak. A nemzeti könyvtár által ezekből épített szolgáltatásoknak is közjavaknak kell lenniük. Tehát alapvetően a Magyar Elektronikus Könyvtártól kezdve a Hangtár nevű új szolgáltatásunkig minden esetben arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb dokumentumot a lehető legjobb minőségben és ingyenesen bocsássuk a felhasználóknak, az olvasóknak a rendelkezésére. Tehát ingyen és szabadon kutatható lesz minden termékük? Azt mondanám, hogy az a cél, hogy ahol csak a jogi megkötések engedik, az szabadon kutatható és hozzáférhető legyen. Vannak olyan tartalmaink, például a már említett történeti interjúk, amelyek mondjuk a maguk teljes terjedelmében értelemszerűen nem tehető közzé. Gondoljuk el, hogy valakivel készült egy 40 órás életútinterjú, eleve azzal a feltétellel adta oda, hogy ez mondjuk csak helyben kutatható. Ezt nyilván nem fogjuk tudni online közzé tenni. Vannak olyan dokumentumtípusok, úgynevezett közkincsek, mint amilyenek a régi metszetek, vagy a régi térképek, vagy mondjuk a kódexek, amelyeket szabadon le is lehet tölteni, és Isten igazából ezeknek a digitális kópiáival lényegében közkincsként bánhatnak a felhasználók. Ez óriási dolog. Kérdezhetek valamit? Hogyan dolgoznak fel egy kódexet? Most így, ahogy előttem van egy kódex, ugye az iniciáléknak a formája, a színezése, az abban használt anyagoknak, pigmenteknek a minősége, a gótbetűnek a stílusa, a latin szövegnek a fordítása, tehát hogyha ezt mind-mind digitálisan és metadatokkal feldolgoznak, akkor egy iniciálé az egy. Nem tudom én hány megabájtnyi metaadatot tartalmaz, maga a gót szöveg egy adag, annak a latin leírata még egy adag, annak a fordítása még egy adag, annak a különböző szavakra való metaadatolása még egy adag, tehát hihetetlenül bonyolult és hosszú munka, iszonyatosan drága. Igen, azt mondanám, hogy mondjuk ezekből, amiket felsorolt, például lefordítani azért nem fordítjuk le a kódexeket. Van egy olyan kutatócsoportja a Széchenyi Könyvtárnak, amely kifejezetten kódex töredékekkel foglalkozik.
ennek a kutatócsoportnak a tagjai ezeket a bizonyos kódex töredékeket, ezeket lefordítják, tehát ezeket például néhány hónapon belül úgy fogjuk majd közzétenni, hogy ott lesz mellettük majd a leíratuk is, de egyébként valóban ezeknek a dokumentumoknak a mondjuk maga a digitalizálása az nyilván speciális eszközökkel, speciális körülmények között kell, hogy történjen, és speciális szaktudást igényel, akár egy kódexnek, akár egy régi nyomtatványnak, egy ős nyomtatványnak a feldolgozása, a speciális nyelvismeretet, speciális művelődéstörténeti ismeretet, és nagyon nagy gyakorlatot igényel. És ne felejtsük el azt sem, hogy ezek a dokumentumok állandó törődést, állományvédelmi gondozást igényelnek, és éppen nálunk működik az ország legnagyobb, legjobban felszerelt könyvrestaurátor műhelye, ahol kiváló szakemberek dolgoznak azon, hogy ezeket a több száz éves dokumentumokat épségben őrizzük meg, és épségben adjuk át az utódainknak. Ugye itt, bocsánat, még egy mondatot ehhez, ha megenged, ugye itt háromféle tevékenység típusról beszélt főigazgató úr. Van egy olyan művelődés történész, könyvtörténész tevékenység, ami kvázi már tudományos tevékenység egy kódex leírás esetén. Itt nem csupán a metaadatolásra gondolunk, hanem olyan tudományos leírásokra, művelődés történeti megállapításokra, nyomdászattörténeti megállapításokra, amelyek tudományos kutató munkát igényelnek. A második terület az a digitális reprodukció, ami azt jelenti, hogy azt a látványt, ahogyan kinéz maga egy kódex, ezt digitálisan transformáljuk. Tehát elkészülnek a képek róla, és ezek nyilvánvalóan rendkívül nagy felbontású, nagy tárhelyigényű, olyan master példányok, amelyek arra szolgálnak, hogy ez a könyv, ez egy katasztrófa esetén adott esetben egy faksimilében reprodukálható legyen. Igen, a reprodukciót. Így van, tehát az eredetét nem pótolható, de valahogyan elő tudjuk akár állítani a másolatát az eredetinek. És a harmadik terület, az pedig a szolgáltatás része, vagy mondjuk azt, hogy a szolgáltatás politika, ahol megjelennek azok a reprodukciók, amelyeket digitálisan készítettünk, de nyilván nem a master példány fog megjelenni, hanem valamiképpen egy szolgáltatási minőségre konvertált, kisebb felbontású, egyébként online butított változat, ami online környezetben egyébként élvezhető, tökéletesen kutatható, pici kis, apró kis részletekig nagyítható, de ez például egy olyan szolgáltatási példánya, amit már ki tud ajánlani egy könyvtár, vagy egy gyűjtőhely, egy archívum a felhasználók számára. Viszont szóba jött egy nagyon fontos dolog a főigazgató úr mondani valójában. A jogdíj probléma, amivel viszont önöknek kell elsősorban foglalkozni, hiszen önök zenével és sok minden olyan dologgal kell, hogy foglalkozzanak, meg ezt az egészet rendszerbe foglalják, amelyek jelentős része jogdíjas. Igen. Szerencsére a hazai jogszabályok ebben a tekintetben elég világos, és szerintem egyáltalán nem kedvezőtlen lehetőségeket biztosítanak a közgyűjtemények számára. Egyrészt archiválási, állományvédelmi célból szabad mindenféle jogvédett művet is digitalizálni. Tegyünk egy erős distinkciót az archiválás és a szolgáltatás közé. Az nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Az lesz. Tehát minden, hogy valamit megőrizzünk, az nyilvánvalóan annak is érdeke, aki egyébként a jogdíj tulajdonosa. De annak a nyilvánosságra hozatala, az már pénzkérdés. Így van. Erre vonatkozólag vannak egyébként olyan eljárások, amiről remélem főigazgató úr ejt is majd egy-két szót a Széchenyi könyvtár viszonylatában. Megpróbálunk éppen most a napjainkban egy olyan nemzetközi modellt Magyarországon honosítani, ami valamiképpen jogszerű úton lehetőséget teremt a jogvédett tartalmaknak a publikálására, közzétételére is. Én át is adnám szívesen a szót főigazgató. Na igen, mert akkor itt már egyszerre van nemzetközi és magyar jog probléma is? Előfordulhatnak mindenféle bonyolult esetek, most éppen mondjuk a gramofon lemezes szolgáltatásunk kapcsán azért elég alaposan körbe kellett járni ezt a kérdéskört, hiszen ott már nem csak szerzői, hanem előadói, meg mindenféle egyéb jogok is előtérbe kerülnek.
Úgyhogy nyilván a jogtisztázás az minden ilyen esetben, minden szolgáltatás elindításánál, pláne közgyűjtemények esetében ez egy kötelező lépés. Amiről Zsolt itt említést tett, az egy olyan projekt, amely reményeink szerint nagyban hozzá fog járulni a digitális tömegtermelés beindításához. Hogy tudnélik, azon dolgozunk, hogy a kereskedelmi forgalomban már nem kapható, de még a szerzői jog által védett szöveges tartalmakat is digitalizálhassuk és szolgáltathassuk. Erre van nem sok, de van egy-két nemzetközi példa, és ezek alapján néhány ezzel foglalkozó hazai szakember előállította lényegében ennek a szolgáltatás politikának a hazai, a magyar modelljét, és azon dolgozunk most nagy erőkkel, hogy még ebben az évben ebből szolgáltatást is építhessünk. Egyfajta know-how van ebben a dologban már. Jelentős. Igen. Mert ez a leginkább veszélyes. Az utolsó 6-7 percéhez értünk a műsornak, és nyilván előszedtünk egy csomó problémát, ami megoldandó, előszedtünk akár technikai, technológiai problémákat, szervezeti problémákat, mindezt megspékelve a pandémiával, de itt ül most három szakértő, illetve az egyik szakértőnk Debrecenben ül, és én azt szeretném, hogyha ebben az utolsó 5-6-7 percben arról beszélnének, hogy milyennek képzelik el a jövő könyvtárát. Úgyhogy kezdjük talán Debrecennel. Igazgató úr, ön milyen könyvtárat képzel el maga elé? A jövő könyvtárát, hogyha elképzelem, akkor a terek szempontjából annyiban érzékelnék egy változást, hogy sokkal áttekinthetőbb, világosabb, nyíltabb terek, kevesebb polccal, viszont több találkozási lehetőséggel, sokkal több kuckóval, ahol kisebb csoportok össze tudnak gyűlni, találkozni tudnak. Tehát felértékelődik a személyes találkozásnak a varázsa egy könyvtárba. Egyfajta digitális detoxikálóként képzelem ilyen értelemben el ezt a teret, ahol tényleg hagyományos dokumentumok fölött, akár egy diafilmet megnézve az anyuka a kisgyerekével, vagy pedig egy angol óra kapcsán leülnek egymással szemben és beszélgetnek az emberek, miközben természetesen vannak digitális szolgáltatások is, olyan szolgáltatások, amelyek személyre szabottak. Tehát kifejezetten tudja, amikor belép valaki és a mobiltelefonján jelzi, hogy az általa keresett dokumentum melyik polcnál van, egyenesen oda tud menni, le tudja venni, vagy hajnali 2-kor vissza tudja vinni egy olyan automatába, ami nálunk van, és nem is kell belépnie. Ugyanakkor, ha megjelenik egy új könyv, akkor a mobiltelefonján megjelenik az értesítés róla, amikor belép a könyvtárba, már tudják, hogy őt valószínűleg ez érdekelni fogja, és előre jelzik neki, és kedvesen el tudnak vele beszélgetni arról, hogy hogyan hasonlít, vagy mennyibe hasonlít azokhoz a könyvekhez, amelyeket korábban olvasott. Tehát a jövő könyvtára egyszerre lesz nagyon ismerős hely, másrészt pedig valami olyasmi, amit eddig csak az interneten keresztül ismerhettünk meg, és annyiban lesz sokkal több, mint egy nemzetközileg ismert online tartalomszolgáltató, hogy ez a valós térben lesz, hogy ez emberi lesz, hogy minden tud, amit egy mesterséges intelligencia által támogatott tartalomszolgáltató rendszer képes nyújtani, és sokkal többet is, hiszen valódi térben, valódi emberekkel, közösségben történik meg mindez. Én így gondolom el a jövő könyvtárát. Főigazgató úr? Mi most Zsolt ezek... nehezített pályát kaptam. Igen, úgy érzem, hogy nem sok marad nekem, de azért majd töröm a fejem. Én most ehhez annyit tennék hozzá, hogy mi most ezekben a hónapokban is igazából egy kicsit már ezt a bizonyos jövőkönyvtárát építjük. Egyrészt most hoztunk létre egy eddig elég romos állapotban lévő
termünkben egy vadonatúj kutatótermet, ez néhány héten belül elkészül, és nagyon remélem, hogy, belátható időn belül az olvasók és azok a csoportok, amelyek majd esetleg jöhetnek oda, már birtokba tudják venni, ahol pont az analóg és a digitális világnak egy nagyon izgalmas szintézise fog megvalósulni. Egy letisztult és nagyon barátságos tér, úgyhogy én már alig várom, hogy ezt megmutathassuk a nagy közönségnek és a sajtónak. Másfelől pedig a jövő digitális könyvtárát is építjük. Azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy mindaz, amit eddig építettünk, az néhány építőkocka volt, és ebből most fogunk egy virtuális palotát, egy virtuális könyvpalotát építeni. Még az idén megújítjuk a Magyar Elektronikus Könyvtárnak a felületét, és az OSK-nak az összes eddigi digitális tartalmát egy felületre fogjuk terelni, egyetlen hatalmas tartalomszolgáltató portálra, amelyen létre fogunk hozni egy olyan regisztrációs felületet, amelyből egy kulturális javak köré létrehozható, aféle közösségi oldal hozható létre. Azért mondom, hogy a Zsoltnak körülbelül másfél percünk van, nehezített pályája van, mert a könyvtárosok elmondták, hogy ők milyennek képzelik el. Milyennek képzeli el Zsolt a könyvtárak könyvtárát, hiszen a Digitális Bölcsészeti Központ gyakorlatilag a könyvtárak könyvtára. Én azt szeretném, hogy egy olyan katalizátor szerepbe tudjunk kerülni a jövőben, amiben valamilyen partnerséget tudjunk ajánlani a kollégáknak, könyvtáros kollégáknak, és ők valóban fogadják is ezt a partnerséget. Egy mondatot gondoltam itt elmondani, hogy az lenne nagyon fontos, hogyha a mi szakmánk valamiképpen rehabilitálódna a saját szemünkben is, és a társadalom szemében is. Tehát iszonyatosan fontos lenne és jó lenne, hogyha egy ilyen új szemlélettel tudnánk közelíteni ahhoz a szituációhoz, amiben élünk, és a könyvtárosok jobban szeretnének könyvtárosnak lenni, és a felhasználóink meg nagyon szeretnék a könyvtárainkat. Így legyen. Ez volt a végszó. Nagyon szépen köszönöm, uraim, hogy elfogadták a meghívásunkat. Önök az Ez itt a kérdés pénteki adását látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, a YouTube-on, és követhetnek minket a Facebookon is. Az Ez itt a lényeg, az Ez itt a kérdés portré műsora vasárnap este 7 órakor jelentkezik. Sipos Szilvia kolléganőm vendége ezúttal Takács Tamás, a legendás Cartago East és Dirty Blues Band frontembere lesz. Tartsanak velünk akkor is. Én munkatársaim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!